Olvasni jó, olvasni élmény. Ennek jegyében rendezi idén is nyári napközis táborát a Voke Vörös Marti Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. Az ötnapos táborba olyan 6-10 éves gyerekeket vártak, akik szerettek volna elmélyülni egy kicsit a mesék világában. Idestóban már 20 éve találtam ki, hogy hát nagyon nehezen olvasnak ezek a drágák, a pindurkák, és a kicsiknek, az alsó tagozatosoknak készítettem egy úgynevezett olvasótábort. És az olvasótábor tulajdonképpen azért jött létre, hogy minél közelebb kerüljenek a gyerekek a saját korosztályuk olvasási élményeihez, és minél többet olvassanak. Szekeres Ágnes, az olvasótábor vezetője elmondta, minden évben van egy kiemelt könyv, amit a hét folyamán felolvasnak a gyerekeknek, és hosszabban foglalkoznak vele. Idén Janikovszki Éva Kire ütött ez a gyerek című kötetére esett a választás. A táborban a gyerekek a könyvtárterem nyújtotta mesevilágon kívül más programokban is kipróbálhatják magukat. A délelőtti órákban dráma, délután pedig kézműves foglalkozásokon vehetnek részt. Nagyon jó olvasni, és jókat játszunk. Meg jókat szoktunk rajzolni, meg mesét is olvasnak a tanárok. Meg szoktunk barkácsolni. Az évek óta megrendezett olvasótábor célja, hogy egy játékos, ugyanakkor oktató közegben minél inkább megszerettesse az olvasást a legkisebbekkel is.